Martinek János azon kevesek közé tartozik az öttusában, akik egyetlen olimpián kétszer is a dobogó legfelsőbb fokára állhattak. A Kávéház vendége az olimpiai bajnok, és nagy szeretettel üdvözöllek itt nálunk ismételten, de azt gondolom, hogy megint van miről beszélgetnünk. Üdvözlök én is mindenkit. Azt pontosan tudjuk, hogy amikor abbahagytad az öttusázást, akkor sem szakadtál el a sporttól, hiszen a foci az a szerelmed, különböző csapatokban rúgtad a labdát, bajnokságokban játszottál, és az öttusa sportban versenybíróként tevékenykedtél. Tehát mondhatjuk azt, hogy azért az öttusában is ott maradtál egy picit. Azt gondolom, aki ennyi évet benne tölt az élversenybe a sportban, az nem nagyon tud elszakadni tőle, és így állok én is. Az öttusában edzőként kétféleképpen üzemelhettem volna, vagy kihalásos módszerre, vagy kitaposásos, hát egyik se tetszett. Éppen ezért ezt a feladatot ugye nem láttam el. Versenybírónak több okból mentem, egyrészt azért, mert a versenyeken tapasztaltam azt, hogy nem megfelelő emberek vezetik mondjuk a vívóasztót, akik igen hozzáértenek, tehát meg lehet őket egy kicsit úgy rajzolni. És azt gondolom, hogy én jobban látom, hiszen én belül is voltam, az akciókat, a pozíciókat nálam nem nagyon szoktak reklamálni, illetve ilyenkor közelebb vagyok a versenyzőkhöz, és esetleg tudok nekik egy kis tanáccsal, egy kis segítséggel. Most pedig ugye az apropója a beszélgetésünknek az, hogy hát most nagyon közel kerültél ismételten, mondhatom, hogy hála Istennek az öttusához. Nem is olyan régen az egyik alelnöke lettél a szövetségnek. Így van, és hát azóta még közelebb kerültem, hiszen elsője óta már az öttusa alkalmazásába pártoltam át programigazgatóként, ami azt jelenti, hogy amikor ugye az a 12 plusz kiemelt sportág megkapja az állami támogatást, akkor ugye valahogy felügyelni kell az utánpótlásnak a növekedését, az egyesületeket, illetve kapcsolattartási rész is az én oldalam iskolákkal, önkormányzatokkal, mobbal és az ilyen egyéb szervezetekkel. Úgy mondtad, hogy igazából sohasem szakadt meg a kapcsolatod az öttusával, valami olyasfajtát is mondtál nekem az előbb, hogy hát én, gyerekek, én mindig itt voltam, tessék engem hívni. Most hívtak, meglepetés volt? Igazából, amióta alelnök vagyok, azért közelebb kerültem ismét a sportághoz, tehát úgy értem, hogy szorosabb lett a kapcsolat. Ezáltal az új elnök látta bennem a lehetőséget, én jeleztem, hogy itt vagyok, hogyha szükség van rám, akkor bármikor nem csak alelnökként, hanem más pozícióba, funkcióba segítséggel lehetek a sportágamnak, és hát komolyan vették az ajánlatomat, és felkértek. Azt mondtad, hogy a kapcsolatok, meg szakmailag mennyire szólhatsz bele, ha egyáltalán egy alelnöknek van kompetenciája beleszólnia az öttusába? Hát konkrétan azt gondolom, hogy a élmezőnyhöz igazából szakmailag nem nagyon. Max alelnökként van pozícióm arra, hogy szavazzak bizonyos dolgokról. De úgy gondolom, hogy ami nagyobb kihívás és sokkal érdekesebb és jobb feladat, hogy részemé válik az, hogy hol alakulhatnak öttusa egyesületek, és az új egyesületeknek a pártfogolása, a szakmai instrukciói, hogy hogyan induljanak el, miként és hogyan fejlődjenek ki, azt gondolom ez egy nagyon nagy falat, és ez most éppen rám vár. Az öttusa nálunk Magyarországon itthon azért egy nagyon-nagyon népszerű sportág, mindig eredményeket várunk el a versenyzőktől. Hát most kezdjem el a nagyon-nagyon-nagyon régről, de csak ha azt mondom, hogy Németh Ferenc, Balczó András, hát akkor hadd ne folytassam a Fábián, Martinek, Mizsér csapattal, és most a legújabbat, a Marosi például, vagy akár mondhatnám a lányokat is. Mindig elvárás volt az, hogy hozzatok érmeket, jó eredményeket. De valahogy azt vettem észre, hogy a szakosztályok, hiába népszerű ez a sport, azok nem szaporodtak. Mi lehet ennek az oka? Hát egyrészt a speciális funkció miatt, az öttusa miatt, tehát hogy nem egy sportággal, hanem öt sportággal kell, hogy elbírjunk. És hát ehhez kell öt helyszín. Tehát akárhogy nézzük, azért a helyszínek azért nem nagyon szaporodnak, már ilyen szempontból, ahol van lovarda is, uszoda is, vívóterem is, és mellette akkor, hát most már lövészet ugye
bárhova be lehet menni, együtt, most ugye? Már együtt van a futással, és most már lézeres, tehát nem veszélyes, tehát régebben a robbanó fegyvere, akkor lőtérre is szükség volt. Most azt gondolom, hogy koncentráltabb és kevesebb eszköz és infrastruktúra szükséges ahhoz, hogy beindítsunk egy ilyen szakosztályt, és hát bízunk benne abban, hogy a kicsikből majd fölfejlődnek a nagyok, és tudunk majd bővülni. Ez is a feladataid közé tartozik, hogy megpróbálsz te, mint Martinek János, olimpiai bajnok, alelnök, csináljunk szakosztályokat. Tehát ez igen, is... abszolút. Tehát ez az utánpótlás fejlesztésnek a fő pillére, azt kell mondjam, hogy kellenek a szakosztályok, ami pluszba jön, és ezáltal kellenek a gyerekek, akiket majd ezek a szakosztályok bevonzanak magukhoz. Az infrastruktúrát említetted, hogy most egy kicsivel egyszerűbb most már. Nem is erről szeretnék kérdezni, hanem inkább azt, hogy melyik jobb? Melyik volt jobb? Az ötnapos, vagy az egynapos? Melyik sport, mert hadd mondjam úgy, hogy melyik sport, mert az ötnapos öttusa az egy másik fajta kávéház, ha már kávéházban vagyunk, mint az egynapos. Melyik vonzhatja jobban a gyerekeket, a sportolókat, a nézőket? Hát ez egy nehéz kérdés. Egyrészt az, hogy melyik jobb, én azt gondolom, hogy ez is az is öttusa. Másrészt az, hogy melyik könnyebb talán, az ötnapos már olyan szempontból könnyebb volt, hogy minden nap volt egy tusa, tudtam rá aludni, és esetleg meg tudtam újulni a következő napra, netán nem úgy sikerült az előző. Itt erre nincs lehetőség. Itt viszont többet kíván a versenyzőtől, tehát pillanatok alatt át kell állni, át kell kapcsolni a fejbe a következő sportágra, a következő versenyre. De azt gondolom, hogy nézhetőségileg nem öt napon keresztül kell kísérni most egy versenyt, hanem reggel elkezdődik, és délután, vagyis estekkora este vége van. Azt gondolom, a nézőknek így láthatóbb, sőt, azzal, hogy most a futáslövészet össze lett hozva, lézeres lövészet van, ott egyértelműen a jó találatot, ugye a zöld lámpák jelzik, sokkal érthetővé, tehát a lövészetet is behoztuk ebbe a és még egy nagyon fontos helyzetbe. Dolog, én úgy gondolom, hogy ugye annak idején elkezdtetek vívni, aztán jött az úszás, a lovaglás, és folytathatnám minden, és kaptatok pontokat. Összeadták a pontokat, aztán jött az utolsó száma, a futás, de az emberek nem tudták azt, hogy effektíve most tudtuk azt, hogy ki az első, meg a második, meg a 18., de valahogy nem volt verseny jellege az öttusának, mint ahogy most az egynaposban, mert ugye aki a 4 szám után az első helyen áll, az indul elsőnek egy bizonyos másodperccel, néhány másodperccel hát, előbb, mint a második. Tehát magyarul a néző, de a néző kintről jobban látja, hogy ugye fut előttem valaki, és hogyha azt elérem, leelőzöm, akkor már én vezetek. Nézőknek biztos, hogy jobb. Ezt az ötnaposba is bevezették, hiszen 88-ban ötnapos volt az olimpia, és ott a futással zárult, és handicapes futás volt, tehát én a második helyről indultam. Tehát azt gondolom, hogy ez nem különbség, vagy nem lehet kizáró, hogy most melyik a jobb, mert mind a kettőben most már ez a lényege, hogy a végén érthető legyen. Tehát aki az első fut, de az cél, az első. Az az első, ez mindenféleképp. De én azt gondolom, hogy az első kérdésedre az elejére rögtön visszatérve, hogy az ötnapos vagy az egynapos. Mind a kettőn olimpiai dobogon álltam. Hát ezt akartam, hogy kevés ember van. Hát nincs is több. Ilyen a világon tehát, aki az ötnaposon is, és az egynaposon is. Tehát azt gondolom, hogy ebből ez bizonyítja azt, hogy ez is az is ugyanaz az ötusa, csak azért más terheléseket kíván meg az embertől. Igen. Fejben nehezebb vagy fizikailag? Mind a kettő. Mind a kettő. Mind a kettő egy picit. Fejben talán azért, mert ugye a lövészethez egy nyugodt pozíció kell, amikor az ember teljesen összhangban van, és futás közben azért nehéz nyugodtnak lenni, tehát a pulzus elég magasan van, tehát ezt gyakorolni kell. Bújkál bennem a kis ördög, hogy hát fejben egész nagyon ott kell lenni például a lövészetben, meg ugye annak ideje hallottunk olyanról, hogy célzó víz, na most az érdekes lenne, hogy valaki célzó vízet iszik futás közben. Na jó, ez csak egy... Hát max hosszabb távot fut, tehát igazából azt gondolom, hogy ez az egynapos, ez még a dopping lehetőségét is jobban kizárja, mint mondjuk az ötnapos. Ötnapos ugye egy-egy lehetőség, tehát a lövészetre lehetett a célzóvizet inni, vagy valami mást, a koffeint mondjuk a vívásra, hogy ébren feljebb menjen marni, a így van. Kicsit a stressz az le a lövészetre. Tehát azt gondolom, hogy ha az egyikre beveszed, a másikra rossz hatással van, tehát ez az egynapos, ez még ezt a területet is egy kicsit megszűri, és azt gondolom, hogy nehezebb áthágni akár a doping végcséget is, hiszen egyik károsítja a másikat. Te Jani, amikor te abba hagytad, akkor utána volt egy olyan bizonyos időszak,
ugye mindig az olimpiáról beszélünk, hogy ja Istenem, most melyik sportág marad ki majd az öttusá, bocsánatot kérek, az olimpiának a versenyszámai közül. Rezgett a léc? Volt olyan, hogy rezgett a léc? Előfordult többször is, tehát a 2004-es aténi olimpián is tárgyalták, hogy az öttusa és a vízilabda kikerül, akkor még a vízilabda na, is lesz. Na, az hiányzott volna nekünk magyaroknak. Így van, meg pont ez a kettő, amiben a legerősebbek vagyunk talán. És hát ott mind a kettő megmaradt. Nem véletlen az a nemzetközi lobby itt az öttusán belül, ugye, hogy Kuberten Báró unokája még él, és amíg ő él, hiszen a Báró találta ki, hogy legyen egy összetett sportág, és már az ókori olimpiában is csak más versenyszámokból ott voltunk a palettán. Én azt gondolom, hogy ezeket a versenyeket, akik akkor szerepeltek, ezeket valahogy biztonságba kéne helyezni, és nem lenne szabad bántani. Tehát a Nemzetközi Szövetségnek nem ez a véleménye, mert ugye mindent a pénz irányít szinte. És hát azt gondolom, hogy ezért kerülnek olyan sportágak, akik tradicionálisak veszélybe. Így az öttusa is többször. Ezért történt az átváltozás, a megalkuvás valamilyen szinten, hogy öt naposról egy napos legyen. Ez megalkuvásnak lehet ezt tekinteni? Azt gondolom, egy részben igen, mindenféleképpen. Tehát nagy hatalom a televíziózás, a média. Abszolút, abszolút. A közvetíthetőség. Így van, pontosan. És ezért kellett az, hogy átalakuljunk. Ezért kellett a lövészetnek is megújulnia, hogy futás közben, mint a biatlonban, egyrészt érdekesebb lesz, mert nyíltabb lesz a verseny. Tehát nem a futás van utoljára, az papírforma, tudjuk, hogy ki mit fut, igen, hanem közben bezavarhat egy lövészet, ami felborítja az egész rangsort. Ha lehet ilyet kérdezni egy olimpiai bajnoktól, és miért ne lehetne, hiszen itt ülsz velem szemben, melyik volt az a versenyszám, ami előtt összeszorult a gyomrod? Ha lehet ilyenről beszélni. Azt gondolom, hogy nem nagyon szorult össze a gyomrom. Tehát izgultam, tehát mindegyiknél egy kicsit. A lovaglásnál talán sorsolásig, ami kiderült, hogy melyik lóra ül az ember. Hiszen ott nem tehetsz arról, hogy mit kapsz magad alá. De aztán később ezt is kinőttem, tehát ez nem. A lövészet az néha gyengén ment, de attól nem szorult össze, tehát én nem utáltam lőni, vagy csak bizonytalan volt, és ez előfordult, hogy nem úgy sikerült, ahogy kellett volna. A többibe igazából azt gondolom, hogy nem kellett, hogy összeszoruljon. És melyik volt a legnehezebb próba az ötből? Te most így, hosszú évek után visszatekintve. Legnehezebb próba? Ez egy jó kérdés. Azt gondolom, hogy én szerettem is, nekem nem volt egyik se nehéz ilyen nem szempontból. Volt nehéz. A futást nem szerettem edzeni, nagyon szerettem versenyezni. Úszásba szerettem edzeni, nem szerettem versenyezni. Lövészet az olyan semleges volt szinte, lovagolni nagyon szerettem az elejétől kezdve. Sajnáltam is, hogy az utolsó 5 évben azt mondta Török Feri, ami megy, azt nem kell gyakorolni, tehát heti egy edzés elég a 3 helyett, illetve helyette lőttem, hiszen 8-szor lőttem egy héten. A vívás pedig az elején az nagyon nehézkesen indult, de a végére nagyon stabil és megbízható vívónak számítottam. És az pedig, hogyha jól megy, ki tud szúrni a másikon, az mindig öröm. Igen, mert elveszed tőle a pontokat. Így van, hát nem ő kap pontot érte, hanem én, amikor. Hát az olyan, mint hogyha vonnák. Így van. Ha nem kapsz, hanem adsz, az vonás a kezed. Akkor, amikor arról volt szó, hogy te öttusázóvá válsz, öttusázó leszel, ott volt egy kis emberke, aki gondolom tréningezett, jó-rossz gyerek volt, de azért szeretett dolgozni. Mikor volt az, amikor te úgy érezted belülről, hogy hát akkor most már lehet, hogy majd egyszer éleszek a Balczó Andris, egyszer majd nyerhetek, vagy... Hát olyan sose éreztem, hogy éleszek a Balczó Andris, hiszen egy akkora, azt mondjam, példakép volt számomra, hogy azt, amit ő produkált a sportágon belül, azt a világon senki nem tudta. És éppen ezért nem is gondolkodhattam abban, hogy én Balczó András lehetek. Akkor másként teszem fel a kérdést, mikor gondoltál arra, tehát mi volt az az idő, milyen eredmények után fordult meg a fejedben, hogy na ez a Martinek akár még olimpiára is kikerülhet, akár még világbajnok is lehet, akár még netalántán, ugye, hála Istennek, kétszer is nyertél olimpiát, nagy bajnok lehet. Hát igazából így, hogy nagy bajnok, az annyira nem fordult meg a fejemben. Azt gondolom, az első ilyen váltózóna volt az első külföldi versenyem. Hiszen itthon olyan 6-800 pontokat vívtam, ami nagyon gyenge a mezőnyben, igazából nem tudtam odaérni. Külföldön nem ismertek, kimentem egy junior versenyre, és ott megnyertem a vívást 1000 ponttal, és ez annyira megpecsételte a sorsomat, hogy meg is nyertem azt a versenyt, és az egy olyan motivációt adott a további időszakra, ami megdobta a teljesítményt.
Ezt követően ugye, amikor bekerültem a válogatottba a junior teljesítményem kapcsán, hiszen Török Feri mindig azt mondta, hogy 12 fős a válogatott, 10 felnőtt, és a két legjobb junior az olyan plusz munka lehetőséget és olyan partnereket kaptam az Öttusán belül, akiktől csak tanulni lehetett, és ahogy jöttek az eredmények, úgy nem azt gondoltam, hogy én nagy bajnok leszek, hanem képes vagyok arra, hogy nyerjek. Tehát ez egy kicsit hogy más szemlélet. Igen, igen, ez érdekes. Ez azért érdekes. Sőt, Szöul előtt úgy utaztam ki Szöulba, hogy ez egy könnyebb verseny, mint egy világkupa, hiszen világkupán elindult 8 magyar, 8 orosz, 8 olasz, aki az Öttus a krémjét képviseli, és azokat ugye évközben azért egyszer-egyszer nekem is sikerült nyerni. Tehát azt mondom, hogy ha már egy ilyen kemény versenyt lehetett nyerni, akkor az olimpiai picit-picit ellenfeleileg, tehát azt mondom, hogy könnyebb, mert jön helyettük egyiptomi, kanadai, tehát ott maximalizálva van az országoknak az indulási létszáma, tehát három fő indulhatott csak. Úgy, mint nálunk az asztali teniszben, kedves nézők pontosan tudják, hogy én is valamikor sportoltam, és mi is azt vallottuk annak idején, hogy hát bizony egy olimpiát, sajnos akkor még nem volt, amikor mi játszottunk, csak kicsit később lett. Pont Szöulban volt először olimpiai versenyszám az asztali tenisz. Egy olimpiát minden bizonnyal könnyebb lehetne megnyerni, mint egy világbajnokságot, hiszen egy világbajnokságon 6-8 kínai indul egyénibe. Hát mennyi esély van rá? Nagyon-nagyon kevés esély van rá, hiába vagyunk mi jó játékosok. Térjünk vissza Szöulra. Nagy generáció, ugye mondhatjuk. Ugye annak idején előttetek is volt fantasztikus generáció, a Balcó, Móna, Török Feri, akit ugye aztán a szövetségi kapitányotok lett. Hát a tietek azért, most úgy mondom, hogy a Martinek, a Fábián és a Rizsa, Mizsér Attila. Ez egy bomba erős csapat volt. De ugye nem sértősz meg, hogyha azt mondom, hogy hát Szöul előtt nem az volt, hogy a csapatot megnyerik a magyarok, reméljük, remélhetőleg, hát az egyénit meg majd valamelyik, de nem rád gondoltak. Hát talán azért, mert én voltam a legfiatalabb a csapatban. De én azt gondolom, és a világ életemben az volt a véleményem, hogy az Öttus a verseny 10-15 ember nyerheti, ebbe a három magyar, aki éppen elindul, mindig benne van. Aztán, hogy ki nyeri, azt majd ott a helyszínen kiderül, eldől, hogy ki tudja a legjobb. És ott a helyszínen számodra mikor vált, mikor érezted, hogy esélyes vagy? Hát az, hogy esélyes vagyok, és nyerhetek, azt a nyerhet. Futás előtt. Azt a futás előtt. Csak az utolsó szám előtt? Hát addig nem nagyon, tehát bizonytalan, hát ugye az utolsó előtti szám volt a lövészet, ami nekem a legbizonytalanabb számom. Ráadásul ugye vezető helyről lőttem, ahol az ember egy kicsit azért jobban rázza azt a fegyvert is. Tehát amikor azt lezajlott, és megnéztem a listát, hogy hogy állunk egymáshoz, akkor vált bizonyossá, hogy itt nagyon nagy esélyekkel indulok a másnapi futáson már az egyéni győzelem felé. Hát szerintem ismerlek már annyira, ott azt gondolom, hogy ha az ellenfeled csak látó távolságról indult, akkor én azt gondolom, hogy te biztos voltál abban, hogy te ezt megelőzöd. Történjen bármi, meg hát, is halsz a pályán. Ez igaz, abban biztos voltam, mert egyébként is úgy volt, hogy a versenyek általában 40 másodperccel vertem a orosz Jagorasvilit, és ott pedig 10 másodperce indult előttem, de mögöttem volt egy nagyon jó olasz versenyző, a Carlo Massulo, aki szintén hasonló kaliberű futónak számított, mint 10 másodperce mögöttem. Tehát azért ott még volt egy veszély, hogy ő esetleg fölzárkozhat rám. De nem, hát a fasorba se jött. Láttuk a befutót, hát elájultál, igen, megtartottam. Majdnem. Nem, elesni azért estem, mert a török belépett elém a Feri, és nem tudtam tovább lépni, és akkor már a vízszintes az egyszerű volt, eldőltünk, mint az oszlop. Tehát Koreában sikerült 2 darab aranyat nyerni. A kérdésem az, hogy volt egy Los Angeles, ahova nem jutott ki, nem volt magyar induló, ugye különböző politikai helyzetek, de nem politizálunk, hiszen ez egy sportos beszélgetés. Los Angelesben lett volna esélye a csapattagnak lenni? Sanszom nem volt. Tehát nem volt? Nem, hát ez 84-ről beszélünk, 84-ben volt életem első junior versenye. Tehát igazából én akkor kezdtem el mondhatni azt konkrétan, hogy öttusázni. Uh-huh. Tehát amikor öttusa versenyekkel részt vettem, akkor voltam először junior VB-n például. Tehát a felnőttre nem, nagyon erős volt a felnőtt mezőny öttusában, nagyon nehéz volt tele van válogatottba is bekerülni, hát ahhoz, hogy kijussak, akkor 84-ben Los Angeles az...
akkor ez... Nem is volt még olyan látható távolságra volt, hogy esélyem nem lett volna. Ez érdekes, mert ugye mondtad, hogy a legfiatalabb voltál a szöuli csapatban. Fábián Lacinak lett volna ott nagyon nagy esélye. Lacinak, igen. Ahogy az ellen olimpiát idézőjelbe, tehát a barátságversenyt azt ő is nyerte, tehát magabiztosan. Szöulról beszéljünk még egy kicsit. Ugye mondod, hogy Fábián Lacinak lehetett volna, vagy lett volna esélye talán Los Angelesben. Ez valami plusz erőt adott vajon neki? Most a Laciról csak egy mondatot. Hát én azt gondolom, hogy őt ott egy kicsit megtörte. Egy kicsit megfogta az állomás, hogy nem juthatott ki az olimpiára. És nem bizonyította be azt, hogy ő a legjobb. De azt hiszem elég sok versenyző. Tehát vannak bizonyos sportágak, akik nagyon nehezen túlnak. Négy év az nagyon nagy idő. Négy évet, hogy újra bebizonyítsák azt, hogy ők a legjobbak. Azért a Lacinak meg volt az esélye mondjuk 88-ra ugyanúgy, tehát, de már nem volt az a, hogy azt mondjam, hogy az a magabiztosság, ami előtte ugye az a fiatal tűz benne, mert négy év alatt azért az ember egy kicsit megkopik. Tehát de ugyanúgy hát azért esélyes jött két volt, ember mellé, hála Istennek. Van, és ugyanúgy esélyes volt, csak azt gondolom már akkor nem volt meg az a kis plusz szikra, ti húztátok egymást? Szükség volt. Húztátok egymást? Mindenféleképpen. Akkor még úgy volt, hogy ugye központi felkészülés, az azért volt jó, mert ugye azok a lehetőségek biztosítva voltak a versenyek előtt, ami egy válogatottnak szükséges, tehát jobb volt a minőség, az edzés lehetőség. Remélhetőleg ez most azért már visszaalakul. Igen. És hát szakosztályi edzők voltak, ahol az edzők is bizonyítani akartak, és éppen ezért egymás ellen versenyeztettek minket, ezáltal húztuk is egymást mindig. Igen, hát később előfordult a keretbe, hogy mondjuk egy úszó edzője volt ugyanannak a 10 embernek. Én azt gondolom, akkor az edzőnek teljesen mindenki kerül be a csapatba, úgyis az ő embere. Tehát ott már azért nem volt az a rivalizálás ezen a területen. Tehát nyerte két olimpiát eszméletlen mennyiségű aranyéremmel, vagy gazdagabb, aztán előbb-utóbb befejezted. De ezt nem tudom kiadni ezt a kérdést, bár mosolyogva beszélgetünk. Egy sportolónak a befejezés, a sportpályafutásának a vége az mindig egy tragédia. Bárki bárhogy fogalmaz. De nálad még lehetett volna folytatni, aztán mégse vittek, mégis lemondtak rólad. Ez... Igazából én nem éltem meg tragédiaként, de 96-ban az olimpiai bronz után nem sikerült, és azok a vezetők, akik mögöttem álltak, azok nem támogattak, vagy nem tudták elintézni azt, hogy egy idősebb versenyzőnek már talán válogatási kedvezményeket kellene adni, hiszen nem tud olyan sokszor, olyan sűrűn megmérettetni, mert nem tud állandóan produkálni és állandóan csúcson lenni. A következő évben 87-ben két hetenként volt világkupa, két hetenkénti világkupa alapján elsőként, a legjobbként válogattam magam be az Európa-bajnokságra, ami rá két hétre volt, ott 15. lettem, és utána egész évben 15-be se. Tehát én azt gondolom, a harmadik verseny után kellett volna megint egy olyan 3 hónapos alapozó, és akkor újra tudtam volna megint egy olyan 3 ilyen versenysorozatot végigjárni. Akkor ezt a lehetőséget nem kaptam meg, és akkor el kellett gondolkodnom, hogy mi legyen. Rákövetkező évben, 88-ban már visszamondtam a válogatottságot, de még edzettem, de kevesebbet, és hát 99-ben egy nagyon jó lehetőséget kaptam is. Átpártoltam. Ez a bizonyos, úgy mondják, hogy civil foglalkozásod lett, hiszen így katona van. Lettél. Igen. Ez egy nagyon jó, a civil foglalkozásod, és eltöltöttél 5-6 évet. 6 évet hivatásosként, de hát természetesen ott is a sporttal foglalkoztál. Hát azt gondolom, hogy az volt az életem, olyan végzettségem is volt, tehát szakedző voltam. Ott a seregben azért nagyon megtudtam azt a tapasztalatot szerezni, hogy... Pozitívum volt, hogy katona voltál? Egyrészt testnevelő tanári diplomát kellett szereznem, hiszen olyan pozíciót töltöttem be, ami századosként egy alezredesi helyen ültem, ami már egyetemi képzettséget követelt meg. És hát ott is az egyesületekkel való kapcsolattartás, a fizikai felmérőnek a kidolgozása, illetve lebonyolítása. Tehát ott is minden volt, nemzetközi versenyekre utaztatás, válogatás. Tehát azt gondolom, hogy a sport töltötte ki azt az időmet is. Az akkor egy jó időszak volt. Igen. Jó időszak volt. Igen. Hát most már
úgy mondják, hogy opsitos vagy, ugye azt. Ha azt mondom neked, hogy Kövér Lajos utca, mi jut eszedbe? Hát az a hely, ahol a mai napig még dolgozom, hiszen jövő héten váltok, csak most ilyen két laki életet élek, az Ötös a Szövetség és a Zugló is sport között. Hát, de ott nem az Öttusával foglalkoztál? Ott nem. Ott a Zuglói Sportközpontnak voltam 3 évig az igazgatója, most januárban átalakultunk non-profit Kft.-vé, de sportszervezőként még ott maradtam. Tehát a diáksporttal foglalkoztunk, és a Kövér Lajos utcai sporttelep az az egyik pályánk egyike, ami most a múlt héttől kezdve már Varga Lajos nevét. Varga Zoltán. Félrebeszélek. Semmi gond, Varga Zoltán. Varga Zoltán nevét felvette, aki azt gondolom, hogy úgy fejezte be az életét, ahogy élte. Tehát a focival élte egész életét, és azzal zárta le ott azon a pályán, és ez megtiszteltetés, hogy az a pálya az ő nevét felvette. És megint váltottál, már lassan, hát hogy is fogalmazok, lassan nagypapa korba ismételten visszatértél. Visszatértél most azért teljes mellszélességgel az Öttusához. Azt már kérdeztem, hogy meglepetés volt-e, hogy kerestek. De azt még egyszer megkérdezném, hogy mindig soha nem gondoltad azt, hogy engem már nem fognak hívni? Tehát benned az megvolt, hogy azért egyszer még oda kerülni az Öttusába? Az bennem volt, hogy egyszer oda kerüljek. Tehát az mindenféleképpen, hiszen nekem azt tölti ki az életemet. Én jól éreztem benne magam, sőt elmondhatom azt, hogyha újra kezdhetném. Teljesen mindegy, hogy mondjuk az Öttus anyagilag nem egy annyira elismert sportág, mint bármi más. Tehát, hogy kevesebb lehetőséged van jó anyagi feltételeket keresni ahhoz, hogy utána még az ma is így van megold. Ez? Azt gondolom, hogy még ma is így. Ha már az élversenyzők már tudnak úgy versenyezni, hogy a sportra figyeljenek, és nem kell külön mellékes vágányon keresni a betevőt. És hát mindig bennem volt az, hogy én oda-vissza akarok kerülni valamilyen szinten. Az idő az nekem dolgozott. Kielégültséget érzel most? Ezt majd a munkám végén meg tudom mondani. Most egyelőre még az ilyen várakozó, az ilyen érdeklődő, és hát azt kell mondjam, hogy tele önbizalommal és aktivitással vágok bele ebbe a munkába. A szövetségnek az új vezetése, tehát mint elnökségre gondolok, külsős emberekből állt össze, vagy olyanok, akik már kipróbált öttusázók voltak, vagy üzletemberek, vagy azt akarom kihozni a kérdésemből, hogy mekkora az összhang. Félszabakból meg tudjátok érteni egymást? Hát ha végigmegyek így fejbe is a listán, azt gondolom, hogy az elnök egy külsős, aki nem a sportból jött. De ez általában így szokott lenni. De éppen ezért az ő rálátása egy teljesen más vonalakat, és úgy gondolja, hogy le akar mindent tisztázni, és tisztán is egyenesen menjenek a dolgok. És ha abba belegondolok, hogy a 3 alelnök közül van egy általános alelnök, és 2 másik alelnök, csak világ- és olimpiai bajnok öttusázókról van szó. Hát akkor miről beszélünk? Akkor azt gondolom, hogy ez egyértelmű a szakmát. Hát akkor jelenti. Ez a szakmát így jelenti, van. És ez végre, és nem udvarolni akarok az öttusázóknak, bár ez a dicséret hangja most, hogy végre olyan emberek kerülnek akár a vezetésbe, akik hát tudják azt, hogy az Öttusában nem bukfencelni kell, már mindenkitől elnézést kérek, és mit tudom én, a focit tudják, hogy 2 kapura kell játszani, az legyen egykori volt labdarúgó, vagy értsen hozzá. Azt mi is tudjuk. Na jó, hát a focihoz mindenki ért, ezt természetesen tudjuk, de ez egy nagyon jó dolog, mert az elmúlt időszakban, és nem csak az Öttusára gondolok, hanem sajnos nagyon sok magyar sportágra gondolok, hogy olyan emberek ültek a székekben, akik inkább csak kapaszkodtak abba a bizonyos karfába, hogy elmondhatják magukról azt, hogy én vagyok az egyik vezetője, vagy akármicsodája, de hát a sportért nem igazán tudtak mit tenni. Mi a véleményed erről? Ha nem akarsz róla mondani semmit, akkor is mondjál valamit. Én azt gondolom egyébként, hogy ez hülyen tükrözi azt, hogy milyen vonalat képezünk most, mit szeretnénk elérni ezzel. Terveinkben van egy ilyen rossz kifejezés, roadshow, vagy egy ilyen öttusa produkció, amit szeretnénk mindenkihez eljutni. Akár cégekhez,
rendezvényekre, akár az iskolákba, akár a sportnapokra, bármibe, most van kialakulóba, egy ilyen játékos öttusa, és ezáltal azt gondolom, hogy ez a sportág egy igen különleges, hiszen 5-1. 5-1. 5-5 tudunk produkálni, és egy olyan csomagot tudunk letenni az asztalra, amiben mindenki megtalálja a saját kis maga lehetőségeit, és azt gondolom, hogy mindenkinek örömet tudunk szerezni majd egy-egy ilyen napon, ahol mi öttusázók meg fogunk jelenni, és emellett természetesen azoknak a képviseletében, mint mondjuk olimpiai, világ és Európa bajnok sportolók, szintén képviseltetik majd magukat ezeken a rendezvényeken. És ez kevés sportág tudja elmondani magáról, hogy ennyire összetetten nagyon sok dolgot tud az emberekhez közel vinni, nem csak egyféle sportágat. Jani, azt hiszem, hogy még fogunk erről beszélgetni. Most ugyan kávét nem kaptál a kávéházban, de ígérem, hogy a legközelebb, amikor már majd tudsz beszámolni arról, hogy milyen eredményeket értetek el az öttusas sportág fejlesztésében. Rendben, újpestiként bármikor. Mint alelnökként ismételten szeretettel várlak itt nálunk a kávéházban. Ígérem, akkor már kapsz egy kis kávét is, lehet, hogy cappuccino is lesz, majd meglátom. És kívánom neked, hogy érd el azt a íróasztal mellett, vagy kint az iskolákban, vagy akárhol, amit kitűztél magadnak úgy, ahogy olimpiai bajnok lettél, itt is legyél nagyon nagy bajnok, és mindent tegyél meg az öttusáért. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm, és köszönjük.